Finnországban járt Szabó Lórend polgármester. Pontosabban Tampere városába utazott a magyar ökölvívó válogatottal. De milyen szerepet is tölt be a polgármester ebben a sportágban? Amellett, hogy hobbi szinten boxol, nemrég megválasztották mind a Tolna megyei Ökölvívó Szövetség, mind a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Ifjúsági és Utánpótlás Bizottság alelnökének. Amióta tavasszal megválasztottak a Ifjúsági Bizottság alelnökének, azóta ez volt az első úgymond hivatalos sportdiplomáciai megbízatásom. Tamperében jártunk, 1976 óta rendeznek ott nagy nemzetközi kupát, bajnokságot. Ez volt a 36. Tammer nemzetközi ökölvívótorna, melyen egy arany, egy ezüst, illetve két bronzérmet szereztek a magyar versenyzők. A mieink közül Inyéki Georgiánnak és Bacskai Balázsnak sikerült eljutni a döntőig, az idei EB bronzérmes Csóka Nándor és Hámori Ádám lettek. A magyar ökölvívó válogatottnak egy része ment ki, három edzővel, köztük Balzsai Károllyal és Erdei Zsolttal. Én a magyar csapatnak a vezetője voltam. Ilyenkor a csapatvezető intézi a hivatalos ügyeket, képviseli a megbeszéléseken a csapatot. Ha bármi problémája van a versenyzőknek, ne őket terhelje, hanem akkor azokat én intézem. Nyilván az edzőkkel közösen, de hát az edzőknek is inkább a versenyekre kell koncentrálni. Emellett dokumentáltam az egész eseményt. A fordulókról folyamatosan, illetve magáról a végeredményről is továbbítottam a jelentéseket a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek, tette hozzá Szabó Lórend. Büszkék vagyunk az eredményre, hiszen egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel tértünk haza. Ezzel a magyar csapat a verseny során a harmadik helyezést érte el, és merőben más volt látni úgymond a háttérből azokat a technikai megoldásokat, felkészülést, mind lélekben, mind fejben, mind fizikálisan egy ilyen versenyre. Nagyon sokat profitáltam ebből, remélem, hogy Dombovár is. Balzsai Károly, Erdei Zsolt és Rátkai Norbert ájba bíró is elfogadta Dombovár meghívását, jövő év elején ugyanis ellátogatnak városunkba. Azt szeretném elérni velük, hogy amikor a teremnek egy következő fejlesztési üteme lezárul, pár hónapon belül, akkor el akarjuk érni, hogy ennek a boxteremnek a hivatalos neve Mándi Imre legyen. Ugye Dombovár egy nagyon híres boxolója volt a 30-as, 40-es években, aki az olimpiára is kijutott. És ennek apropójából szeretnének majd egy névadó házi kupát szervezni, és az esemény díszvendégei pedig a két edző és az ájba bíró lennének.